Jó, az csak ilyen prank volt. Ja, prank, azon is tudszok a videós boltból. Ez a gyerek vlogokban nagyon ott van. Ha az élet megvető, feldobja a kedved, nézzél be a noszhoz, már ez legyen a terve. Na sziasztok mindenki, itt van velünk anya. Sziasztok. És a hugom. Sziasztok. Megint rá tudtam venni őket. Most nehezebben vettem rá a videózásra. Ugye láthattátok az első részt, vagyis többen láthattátok, hogy ott ki ismert engem jobban, a hugom vagy anya, azt a videó végén meg tudjátok. Igen. Nem tudom. Azért, mert nem írtad oda, mondtam. Jó van már, most figyelni fogunk. Nem tudjuk ki nyert, de jót szórakoztunk. Most viszont anya fog nekünk feltenni kérdéseket. Előbb írta meg a szobába, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen kérdések fognak elhallgatni. Hát most mi fogunk lebukni, de úgyhogy az a videó lényeg, hogy ki ismeri jobban anyát, a hugom vagy én. Úgyhogy anya, fel is teheted az első kérdést, ha nem szeretnétek más mondani. De nem csaptok rám. Ja, ne, ja, tényleg, meg kell beszélni akkor. De én már kitaláltam. Ha, na igen. Nem csapkodás lesz. Ha nem? Na, azt akartam mondani, hogy nem csapkodás lesz, ha nem. Ne! Anya azt akarta, hogy adjunk neki puszit, de hát a Vivi felvilágosította, hogy megfejernénk a gyorsaságunkban. De jó ötlet volt. Valamit kiabálunk. Szóval, hosszas vitatkozás után megbeszéltük, hogy tapsolni fogunk, és aki először tapsol, majd az Ánika nézni fogja, hogy ki fog először tapsolni, a Vivi vagy én, úgyhogy anya, kezdheted is az első kérdést. Jó, hát, okay. Na. Apával mikor házasodtunk össze? Komoly! Vivi, komoly! Hát, de jó, akkor még nem értetek nyilván, nem tudnotok kéne. Akkor... Dátumra? Dátum! Igen, fontos dátum! Na. 95. Igen. November 25. Igen. Ez az. Nem van! Én ezt honnan tudja? Azt tudom, hogy ahány éves vagyok, annyi éve vagytok házasok. Hát igen. Vagyis, ja, 23 leszek, akkor 23 éve lesztek most házasok. Na jó, van 1-0 a Vivinek. Honnan tudsz te ilyeneket? Azt mondtam, hogy most lesz november. Aztán azért, mert most akar, be kell menni majd. Én végére is tippeltem, hogy 25 és nem 24. Na, jó van, na. Szép, jó van. Nem a dátumra vonatkozik, csak úgy körülírásként, vagy a helyszín, vagy a... Hát nem a pontos dátumra vagyok kíváncsi, csak hogy emlékeztek-e rá, hogy mikor jelentettem be az Ákos érkezését, hogy lesz kis tesótok. Kinn a konyhában a születésnapon van. Igen! De ezt én is tudtam! Ezt én is tudtam! De nem volt elég gyors. Mert én majdnem elsírtam magam. Igen. Én meg örültem neki. Igen, mert mindig akartatok kis tesót, és ezt tényleg nem tudtátok, és itt volt az egész család. Mert születésnapon volt. És születésnapod, és ez... Mondtam utának, hogy ez legyen a... És ezt Mutko is anya eljátszott, és azt hittik, hogy megint lesz gyerek. De nem. Jó, az csak ilyen prank volt. Ja, prank. Úgy prankelget. 2-0 a Vivinek, hát ezt nem hiszem, le vagyok maradva. Ó, ezt lehet, hogy a Vivi jobban tudja. Nem baj. Sőt, ott eszembe. Hányas lábon van? 36. Nem! Nem! 37! Király. Melyik a kedvenc fagyim? Ez egyszerre volt. Én mondtam előbb a pucs. És mit akartál mondani? De a Dani! Úgy, hogy én tapsoltam először. Szerintem azért, mert neki kevesebb fagyja van. De most akkor ezt skippeljük, mert a tényleg a pucs. Igen, azt jó, de még előbb mondta. Jó, van akkor 3-2. 3-0. Mi? Anya, az előbb is eltartom, hogy 37-es lábad. Ja, igen. Mi a szeretett nyelvem? Az érintés. Nem. Kitakarítod a szobámat. Hát tudjátok egyébként a segítőkészség. Segítőkészség. Nem, van a test, az valaki a test, az egy a lelki. Mi gondoskodok róla. Hát minden. Jó, de ezt a konkrét választ nem volt erre. De ez. Hát nem az, mert van az érintés. Nekem az. Neked az, igen. De ezért mondtam azt. Igen. Most akkor hogy kikapott pontot? Senki. Jó, akkor ez az. Hol születtem? Mohácson.
Nagy baracska. De én tapsultam ellen, de nagy baracska! De nem jó! De nem! Nem! Valósz le! Hát régen lehetett. Köszönöm! Igen, igen, mohácson szület. De megint én tapsultam. Jó, Csalsz! De nem is tudtad. Jó van, utána leszemültem. 4-2 neked. Addig a figyelj, mert Csalabibi. Mi az utazással kapcsolatos félelme? A repülés. Igen. De ezt én is tudtam. De nem vagy rosszabb. Hát azért, mert megvan, hogy befejez. Na jó, 5-2. Már nyertem. Nem nyerted, most behozom. Mi a kedvenc filmem? Dirty Dancing. Igen! Ennyi! Ennyi! Ezt én is tudtam, ennyi! Is ennyi! Ennyi! 5-3. És mit? Milyen filmet nem néztem még soha? Horrorfilmet. Így van. Ez egyszerű volt, de én mondtam előbb. Nem is tudtam. Én sem szeretem. Akkor 6-3. 6-3 az állás. Várj, még befejezi a mondatot, jó? Nem. Hát, hogy ezt tudom. Csalsz. Ákossal meg Ádival voltam terhes, mikor elcsúsztam a fürdőbe. Ákossal. Igen. Igen, az Ákossal, ezt én is tudom. Emlékszem, mi tévésztünk, hogy meg kiabál, elestél, elcsúsztél, meg elcsúsztott anyag. Mikor kellek, ha délelőttös vagyok? Hú, 5 órakor. Hát akkor már én ja, vagyok. 4:25? Nem. 4:30? 4 órakor. Igen. Nem, minek kezd 1 órával előbb? Nekem 5 percen készül. Ja, félre, azt hittem, hogy 5-re mész. Jó, akkor most mennyi? Hát jó van, de akkor fesszel le. Na, nem igaz, nem igaz. A szabad időmben mi a legfontosabb a számomra? A családba lenni. Így van. Na, hát ez egyszerű volt. Én azt akartam mondani, hogy olvasni. Hát én nem vagyok, itt, onnan tudjam is lesz, hogy idejé. Jó, 7-4. Na figyeljetek, ez hosszú kérdés Na, lesz. Na, jó van, készülök. Hová mentünk apával, mikor engem felhívtak az óvodából, hogy ott felejtettük a gyereket, ahova nektek kellett volna értetek menni, az óvodába. Nekem kellett volna értetek. Tippelek, hogy Debrecenbe. Hol voltatok? Hová mentünk, hova? És a Veszprém. Óvodába, igen. Veszprém. De ez a két hely volt! Igen. Na, és elfelejtettünk menni az óvodába. Hívtak az óvodából az óvodnő, hogy nem felejtettél el valamit? Ott van még a gyerek az óvodába. Azért, mert nekem nem szóltatok. A Vivit agyon csapol. Nem szóltatok, de valahogy nem szóltatok. Onnan kellett volna elutaztuk és nem szóltatok, hogy nem szóltatok. Nem szóltatok. Na mindegy. 7-5, figyelj, hogy följött a talajvíz. Egyszer, figyeljetek, a szilveszteri bálba megnyertük a főnyereményt. Hova szólt a wellnessünk? Hova mentünk el apával? Szilveszteri bálba nyertük meg a fődíjat. Nyertetek fődíjat? Én is nyertem egyszer fődíjat, de az telefonból. De hogy ti mit nyertetek? De mi nyertünk? Hát nem is emlékeztek rá. Ez mi is ott voltunk a bálba? Akkor én még biztos, hogy nem voltam ott a bálba. Te lehet. Nem voltatok ott a bálba, de tudnotok kell. Honnan? Ha jó! Itt lakottam! Itt lakottam! Már 600 helyen voltatok adott. Na? Hát én ezt nem tudom. Miskolc. Ezt nem tudom. Sárvár. Hát ez nekem kimaradt az életemből. Hát még így most sem ugye. Tök jó volt. A Vivi másik neve mi lett volna, ha nem Vivi? Eszter. Nem. Ja, az az enyém lakó? Ja, hogy... hogy Evelyn. Igen. Tényleg? Hogy szólítottam a Vivit sokáig? Ez én voltam. Panka. De ezt én is tudtam. De miért pankáztad? Ne látta szárba, hogy még jó, hogy nem tudtad, hogy van olyan név. Panka. De most panka lenni. Lehet. Milyen szép név. 8-5 az állás. Mennyi kérdés van még, anya? Nem sok. Nem sok? Jó van. Én már be kell hoznom. Hol van a kedvenc fürdőhelyem? Múlra halom. Igen. Aj, de nem áll. Tudtam már. Hát erre azért hogy tudtam tippelni, mert máshol soha nem voltunk. De ez nem igaz. Hajszál is volt. Sok helyen volt. Jó van. Zanakarosan is voltunk van. Na, jó van. Akkor 8-6. Amikor Ákos született, hány órakor jött értem a mentő? 2:30. Nem. Hajnali 2:30.
Hajnal volt, azt tudik. Kettő. Jó, ezt is elfogadom. Hajnal volt. De igen. Három év, kettő. 7:30-kor született meg. 7:45-kor. És ti? Mit csináltatok? Fölkeltünk. Aludtatok. Mert mentünk szentmisére. Igen. De ez nem ér. 8-7, köszi! Amikor kicsik voltatok, melyikőtöktől kellett elszökni a mamáéktól, mert mindig sírt. Tőlem. Igen. Mi azt nem is ér, nem is tudom feldolgozni. A kérdés nem értem. Az, hogyha mentünk valahova, és ugye elvittük a Bibit a mamáikhoz, és mindig úgy szöktünk el, mert sírt. Ja, igen, nem mondtuk meg neki, hogy na, sziasztok, megyünk. Ja, tényleg, jó van. Hol voltunk négyen először nyaralni? Alsópáhok. Igen. Alsópáhok. Jó, igen. És hol voltunk? Hatan először nyaralni. Zákán. Nem. Nem Zákán. De Zákán. Nem Dubajba. Ja, de Zánkán, nem Zalafaroson. Zalafaroson másodszor voltunk. Ja, ezt én sem tudtam. 11. Jó! Nem 10! 10 hét, mert összetett kérdés volt. Nem. Először a sopárok, az 10, akkor 11 a Zánka. Nem baj, örülök, hogy pontot szereztem. Élek a magasba. Nagyon. A repüléstől is gyorsaság, a gyorsaság számított. Jó, oké. Mikor kezdtünk? Ez nem évszámot kérdezek. Egy eseményhez kapcsolódik. Mikor kezdtünk templomba járni apával? Mondjál valamit! Milyen esemény? De nem mondj rá! Milyen eseményhez, amikor elkezdtek templomba járni? Igen. Én akkor már régen is látom, azt tudom. Milyen esemény? Mondhatod. Szerintem amikor Dániel első áldozó lett. Igen! Tényleg? Tényleg. Ezt már mondták. Igen. Hát ez hihetetlen. Nekem kívánom, jó volt. 12 hét. Ennyi volt anya? Jaj, piszkálok, hogy lekapcsolom a videót meg, hogy befejezzük, amikor belejöttek. Amikor már belejöttek. Na, egy a lényeg, gyerekek. Köszönöm szépen anyának és Vivinek, hogy részt vett ebbe a videóba is. Ha szeretnétek, hogy a Vivinél is legyen ilyen, hogy Vivit kiismeri jobban anya vagy én, akkor nyomjatok a videóra egy lájkot, meg persze, ha szeretnétek, hogy több videó legyen a hugommal és anyukámmal. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, további jó szórakozást, és jövünk a folytatással. Sziasztok! Sziasztok!